Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves televízió nézők, újra szerda van, de majdnem azt mondom, felejtsük el, hogy szerda, mert sokkal nagyobb ünnep van ma, mint hogy azt mondhatnánk rá, hogy egy hétköznap a sok közül. Hisz július 2-a van, Sarlós Boldogasszony ünnepe, ahogy mi magyarok nevezzük, a Szűz Mária látogatása Erzsébetnél titulusnak mondható ünnepünket. Hát hallgassuk meg a vizitáció, a látogatás ünnepén nekünk ajándékozott evangéliumot, a Lukács 1.39-től 55-ig meglehetősen hosszú evangélium, hiszen ebben benne van a magnifikát, a magasztalja lelkem az én uramat, kezdetű Máriától származó gyönyörű imádság. Tehát történt, hogy azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alig, hogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölújjongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval fölkiáltott: áldotta vagy te minden asszonynál, és áldotta te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy uram anyja jön hozzám? Amint fölhangzott fülemben köszöntésed szava, örömtől repesett a magzat méhemben. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Erre Mária így szólt: magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Irgalma az istenfélőkre száll, nemzedékről nemzedékre. Nagyszerű dolgokat művel karja erejével, szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket, uralkodókat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosakat. Éhezőket tölt be minden jóval, de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. Fölkarolja szolgáját, Izraelt, és amint megígérte atyáinknak, nem feledi irgalmasságát Ábrahám és utódai iránt mindörökre. Ezek az evangélium igéi. Lukács. Lukács a szerzője annak az evangéliumnak, amelyben Mária imáját hallhattuk az imént, a magnifikátot, ami magyarul is nagyon szép, főleg ha énekelik, itt vagy ott időnként hallhatjuk, hála Istennek, akár kórusok előadásában, akár szólóban énekelve. Mert olyan fenkölt szavak ezek, hogy szinte, ha nem is ilyen rigmusba és versnek megfelelő formában hangzott el valaha, a zeneszerzők kedvüket találták abban, hogy megzenésítsék, énekelni lehessen. Hisz az ének az mindenkor fölpesdíti a lelkünket, és még gazdagabb tartalommal tölti be szívünket és a kimondott szavakat, mintha csak prózában mondanák. Most is szívem szerint rágyújtanék ennek a magnifikátnak az eléneklésére, de nem teszem, hisz azért most nem erről van szó, hanem arról, hogy miről is énekel, miről is mesél, beszél itt Mária. Először is hol mondja ezt? El Karimban, így hívják azt a települést, azt a városkát, ami nem túl messze van Jeruzsálemtől, zarándok utainkon, ha lehet, beütemezzük, hogy ott is eltöltsünk egy fél napot, néhány órát legalábbis. Vagyis Zakariás és Erzsébet házánál vagyunk lélekben, de már akkor, amikor Erzsébet gyermeket vár, várandós. Áldott állapotban van, de talán ennél a szónál is fontosabb, hogy várandós, vár valamire. És ebbe szeretnék én most belekötni. Várja tehát Erzsébet azt, akit még nem látott, mert hisz még méhében van, de tudja, hogy ott van. És ahhoz, hogy igazán pozitív elképzelései, álmai legyenek majdan megszülető gyermekéről, ahhoz ez a legfontosabb, először is megtudni, hogy Istennek terve van vele,
és rajta keresztül gyermekével. Úgy ajánlanám, hogy amikor boldog pillanatokat él át férfi és nő, és netán egymás boldogságát akarják csúcsfokon elérni, megadni egymásnak, már gondoljanak arra, hogy az a boldogság, ami akkor tart, néhány perc múlva tulajdonképpen véget ér. De ami ennek a boldogságnak gyümölcse lehet, a gyermek, az majd csak 9 hónap múlva születik meg, de annak a jövője legalább annyira fontos, mint ez a néhány perc, amit most férfi és nő, férj és feleség együtt eltöltenek, és megélik, hogy egy test és egy lélek, ők ketten. A jövőbe nézni, és úgy lenni várandóssá, ahogy Erzsébet várandós lett, amikor idős férje, és persze ő maga is idős asszonyként, megtudta, hogy gyermeket várhatnak. Végre meg fog születni egy kisfiú, akinek már jó előre azt is tudták, János lesz a neve. Tudjuk, keresztelő Szent Jánosról van szó. Várandósnak lenni, vagyis várni a jövőt. De még valakinek a jövőjéről van itt szó ebben az evangéliumban. Nem csak éppen keresztelő Szent Jánosról, hanem arról a másik magzatról, akinek előhírnöke lesz János, és ez nem más, mint maga Jézus. És Mária és Jézus közös jövőjéről énekel itt örömében, énekeli a Magnifikátot, a magasztalja lelkem az Urat kezdetű imádságot Mária. Mert ahogy többször is elhangzik ebben az imában, nemzedékről nemzedékre lesz majd, aki örülni fog nekik, Máriának és magzatának, gyermekének, a megváltó Jézusnak. Bizony, Jézus születése nem arra 33 évre szólt, amit aztán ő itt a Földön megélhetett, hanem nemzedékről nemzedékre, egy nemzedék éppen 25-30 esztendő. Ő egyet jelenlétével akkor ott Izrael földjén boldoggá tett. De nem tette volna igazán boldoggá őket, hanem azt adta volna meg nekik, hogy nézzenek a jövőbe, és lássák azt, hogy annak, amit Mária, mint égi édesanyánk, és Jézus, mint megváltónk, adott a világnak, az emberiségnek, és nem a Szentföldön lakó zsidóknak csak, nem jerikóiaknak, Genezáreti tó partján élőknek, vagy Kánában éppen lakodalmat ülőknek, hanem neked, aki most itt nézed a filmet, nézed ezt a fölvételt, ugyanúgy boldogságot akart adni, és erről a boldogságról énekel Mária, és azt mondja, hogy nemzedékről nemzedékre boldognak hirdeti majd őt magát is, Máriát is. Mindaz, aki elfogadja Jézust, aki Jézus tanítványával képes lenni. Boldognak hirdetni őt. Miért? Mert hitte, hogy beteljesedik az, amit az Úr mondott, üzent neki. Názáretben az angyalon keresztül üzen az Isten az embernek, az emberek örök képviselőjének, Máriának. És ő attól lett boldog, hogy elhitte, hogy úgy lesz. Boldog akarsz lenni? Hát ez költői kérdés, mert természetesen. A boldogságnak a kulcsa úgy tűnik ez. Hinni. Hinni abban, hogy az Isten szeretetből fakadóan úgymond mindent, és ezzel a minden szóval azt akarom mondani, hogy önmagát. Teljes egészében, pedig egy más létrendben élő teremtő Isten mégis oda akarja, és oda is adja nekünk, még akkor is, ha te nem akarod befogadni, te nem akarsz keresztény lenni, te nem akarsz imádkozni, stb. Ő ezt megteszi, ezt a lépést, aminek az elfogadása viszont a te boldogságodat eredményezi, ami fakultatív dolog, szabad akarati döntés eredménye. Elfogadod vagy nem, hogy az Isten szeret. És ne gondold, utolsó gondolatként, hadd említsem ezt meg, hogy csak téged akar boldoggá tenni. Mert nem, rajtad keresztül, rajtunk keresztül, egyénenként, mérhetetlen nagyságrendű lehet ez a szeretet azok számára is, és boldogító szeretet, akiket
úgy akar elérni, hogy te ebben közreműködj. Egyszer számolgattam, hogy hány ősöm volt nekem, teszem föl 100 évvel ezelőtt, de hány ősöm volt 200 évvel ezelőtt, és milyen döbbenetes számok jönnek ki. Mondjuk a 16. században már milliós nagyságrendű azoknak az embereknek a száma, akiknek én mindnek leszármazottja vagyok. De ugyanígy, te hány embernek a boldogságát tudod megteremteni, ha te magad hiszel abban és annak, aki megígérte neked, hogy boldog életet ad. Vagyis az Istennek, Isten létében hiszel, és Istennek hiszed el, hogy így és így érdemes gondolkodni, cselekedni, élni, és akkor boldog leszel. Csak te semmiképpen. Ha a szülői hivatással áldott meg a Jóisten, akkor már eleve ott vannak a gyerekeid. Gyorsan gondolj csak rájuk. Rajtad is nagyon sok múlik, én nem mondom, hogy minden, de nagyon sok ahhoz, hogy ők boldogok legyenek. Hát ne e világra akart csak őket így vagy úgy világra hozni, megszülni, hanem szüld meg őket az üdvösség számára. És ha a gyerekek nem túl sokan vannak, mert lehet, hogy csak 2 gyereked van, vagy csak 5 van, arra még mindig a csakot mondhatom, de utána tovább rügyezik ez a családfa, és te leszel az alapja annak a számtalan embernek, illetve az ő boldogságuknak, akik mondjuk majd 2064-ben élnek, vagy a 22. században élnek. De jó lenne úgy élnünk, hogy mindenkor a leszármazottaink azt mondják, hogy örömünk, boldogságunk annak köszönhető, hogy ez és ez a nagyszülő, dédszülő, nagyszülő nagyszülője, akiről már alig tud valamit, de ha annyit legalább tud, hogy az Isten akarata szerint igyekezett élni, és lett várandós, és bekövetkezett, amit várt, világra hozott egy embert, az megint világra hozott egy másikat, harmadikat, negyedik, nemzedék, 5. generáció, és itt vagyok én. Hány és hány embernek köszönhetően vagyok itt? 5 nemzedék múlva nem tudunk találkozni, de odaföntről valahogy majd érzékelni fogjuk, hogy hány ember ad és joggal hálát értünk, és ne is ilyen általánosságban mondjuk. Érted? Élj úgy, hogy tudjon ismerősen, ismeretlenül is hálát adni, érted, a ki tudja hány nemzedékkel majd ezt követően világra jött emberke, legyen az arány akár egy kislány, egy kisfiú, aztán újra anyává, apává levő ifjú, és a következő generáció szülője. Kívánom, hogy átérezzük ezt az örömet, amelyet nem tudott Mária sem magában tartani, és ezért énekelte, imádkozta a Magnifikátot ott Erzsébet és Zakariás házában. Köszönöm a figyelmet, szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus!